Favágás, őszi parkgondozási munkálatokat végez a DC Dunakom. Föld alatt újborásást tartottak Dunakömlődön. Kínálat, egyetemek és cégek mutatkoztak be az ESI pályaorientációs napján. Ez a híradó a Telepakson, köszöntöm a nézőket! Folyamatosan végzi az őszi parkgondozási munkálatokat a DC Dunakom ZRT. A PSE teniszpályánál 18 nyárfát vágtak ki a napokban. A növények utánpótlásáról is gondoskodnak a szakemberek. Idén 184 fát és 3300 cserjét ültetnek Pakson és résztelepülésein. A város fűkertésze fontosnak tartja a fák állapotának folyamatos vizsgálatát, ha szükségesnek látja, gondoskodik azok kivágatásáról és utánpótlásáról. A DC Dunakom munkatársai a PSE teniszpályánál 18 darab nyárfát vágtak ki az őszi munkálatok első ütemében. Ezeket a növényeket még a nyár folyamán minősítette veszélyesnek a város főkertésze és a DC Dunakom ZRT park fenntartási részlegvezetője. A dőlésszög, mint a korhadás tekintetében a koronát megvizsgáltuk, és első ütembe kosaras autóval ezt a DC Dunakom ZRT dolgozói kivágják. Második ütemben a megmaradó nyárfák lombkoronáját fogják visszavágni, hogy vihar vagy erős szél esetén azok se okozzanak kárt. Folyamatos a fakivágás a parkokban, emellett pedig a lakossági igényeknek is igyekeznek eleget tenni a szakemberek. Főkertész asszonynak van egy listája, ami alapján a parkban is van egy ilyen fenntartási keret, meg a lakosság igényeinek megfelelően. Kimegyünk, megnézzük, milyen fafaj való abba az utcába, és ezt is pótoljuk. Hát ez éves szinten van összeírva, és akkor ilyenkor összetörténik ennek a árajánlat kérése, megrendelése, leszállítása és ültetése. Hát a jelen évben 184 fa lesz ültetve Paks és résztelepülései területére, és 3300 cserjennek most a napokban történik a megrendelése. Mivel a kivágott fa önkormányzati tulajdon, a DC Dunakom munkatársai kugliba gyűjtik, ezt követően pedig szociális támogatásként tűzifának juttatják el a rászorulók részére. Karácsonyi ajándékkal szeretne kedveskedni az önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasoknak. November 30-áig várják a jogosult helyi nyugdíjasok jelentkezését. Az erről szóló tájékoztató szórólapot eljuttatták a háztartásokba. Ennek hátoldalán található az igényléshez kitöltendő adatlap. A jövedelemigazolással együtt leadhatják a polgármesteri hivatalban, az Életfa idősek otthonában, a szociális központban, az idősek és fogyatékosok klubjában, valamint a külső városrészek ügyfélszolgálati irodájában. További részletek szerdai híradónkban. Újboráldást és újborásást tartottak a hétvégén Dunakömlődön. A programra idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Újdonság volt most, hogy a szervezők Márton nap alkalmából még libahajtást is tartottak gyerekeknek. Hosszú botokkal a kezükben terelgetik a gyerekek a libákat, a két szárnyast a dunakömlődi présház soron kellett végighajtani. Ezzel a programmal egészült ki idén az újbor elásása. Az irány nem mindig volt megfelelő, a libák néha még szökni is próbáltak. Az egyik óvatlan pillanatban még abba a gödörbe is beleestek, amiben az újborokat ásták el. A programnak nagy hagyománya van Dunakömlődön, a részönkormányzat vezetője szerint évről évre egyre többen látogatják. A 14. újboráldás történik a mai napon a dunakömlődi présház soron. Ezt megálmodták a présház soriak annak idején, hogy mi is kapcsolódjunk be Szent Márton ünnepén a hagyományos újborok áldásába, ugyanis ilyenkor szokták megkóstolni az újborokat, és mondanak róla egy pár gondolatot, hogy milyen volt az évjárat. Ez a hagyomány lett megörökítve, és mondjam azt, hogy évek óta minden alkalommal az újborokat elássuk a föld alá. Az újborokat Mayer Mihály nyugalmazott megyés püspök méltatta. Így van benne a Szentírásban is, hogy megvidámítja az ember szívét a bor. Megvidámítja. És ezért, amikor a bort ízlelgetjük, akkor sohasem mennyiségre megyünk. Nem kellett mélyre ásni a híradó archívumában, hogy kiderüljön, milyen jó hangulatban zajlik az újborok elásása. A jó kedv nem változott, ilyen volt idén is. Körülbelül a fagyhatár alá ássuk el az újborokat, hogy nehogy a téli hideg kárt tegyen bele bennük.
megkóstoljuk most újborádás után közvetlenül a régi borokat, és az újakat pedig a helyére visszarakjuk, és eltemetjük egy évre. Lámpásokkal, mécsesekkel érkeztek a II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai, és a szülők az intézmény által rendezett Márton napi programra az iskola épületében Márton püspök életéből és a novemberi időszakhoz fűződő hagyományokból kaphattak ízelítőt a jelenlévők. Sötétedéskor pedig megkezdődött a felvonulás. Azokat, akik visszatértek az iskolába, zsíros kenyér és meleg tea várta. Mártonnapi libaságok néven tartotta a Városi Múzeum a hagyományos mártonnapi programját, a résztvevőket több helyszínen várták kézműves foglalkozások. Nagy volt a sürgésforgás szombaton a Paksi Városi Múzeumban, a mártonnapi libaságok nevű rendezvényre családokat várt az intézmény. Minden asztalnál kézműves foglalkozás várta a kicsiket és a felnőtteket, a szülők szerint ez a program egy fontos része a hagyományápolásnak. Fontosnak tartom, hogy a hagyományokat őrizzük, illetve a kulturális értékeket ő is már kis kora óta magába szívja, így szocializálódjon. Fontosnak tartom, hogy a magyar néphagyományokat őrizzük, és már kiskorban megmutassuk, mert így felnőtt korban jobban megértik ennek a jelentőségét, és folytatják majd ha ők felnőttek lesznek az ő gyermekeikkel. Nagyon tetszenek ezek a kézműves foglalkozások, igyekszünk együtt dolgozni. Nagyon szeretjük a libákat. Már volt az óvodában is egy mártonnapi kis műsor és felvonulás, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ez így egy záró akkordja lesz a kisasszonynak ezen a héten a mártonnappal kapcsolatosan. Nagyon szeretnek kézműveskedni a lányok, szeretik, hogyha valami érdekes történik, nyüzsgés van, és ez a gyerektársaság egyben és kézműveskedés is adott ebben a programban, és ezért döntöttünk, hogy eljövünk majd ide. A résztvevőket többféle állomás várta a múzeumban. November 11 kapcsán Márton naphoz kapcsolódóan próbáltunk egy aktualitást adni a családi napunknak, úgyhogy Márton nap legendájához és a libás hagyományokhoz igyekeztünk kötődni az összes kézműves, illetve más tevékenységekkel, foglalkozásokkal. Itt fönt a teremben kézműveskedni lehet, libás lámpást készíteni, ami a Márton napi felvonuláshoz kapcsolódik, illetve kicsitnek lehet gipszet festeni, libás gipszeket, valamint tollakkal díszített ajtótiszt is készíteni. A program végén a hagyományokhoz kapcsolódva a résztvevők libazsíros kenyérrel csillapíthatták éhségüket. Pályaorientációs napot tartottak a hétvégén az energetikai szakgimnázium és kollégiumban, amelyen vállalkozások, egyetemek mutatták be kínálatukat a középiskolásoknak, emellett a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat is várták, akik megismerhették a szakgimnázium képzési formáit. Nem csak saját tanulóitól volt hangos a hétvégén az energetikai szakgimnázium és az egykori főiskola épülete, udvara és sportcsarnoka. Pályaorientációs nap keretében számos cég és egyetem mutatta be kínálatát az ESZI tanulóinak, emellett a szakgimnázium is megismertette képzési programját a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokkal. Az ESZI tanévének egy kiemelt jelentőségű eseménye a pályaorientációs napunk, mely három főterületre osztik szét. A sportcsarnok épületében a környébeli cégek mutatják be munkahely kínálataikat, hiszen az itt végzett diákok számára tulajdonképpen biztos állás lehetőség van a cégeknél, kapkodnak tulajdonképpen az ipari vállalatok az ESZI-ben végzett tanulók iránt, hiszen nagyon magas színvonalú szakmai tudást adunk át nekik az 5 év alatt. A hatágazatunk, amik az ESZI-ben vannak, a gépészet, az informatika, az elektronika, villamosipar és elektronika, az ügyvitek, közgazdaságtan, és most már ugye a mechatronika is, ami bejött. Ez mindegyik olyan terület, ami az iparban nélkülözhetetlen, az itt végzett diákoknak biztos állások lesz majd. Aki itt végzett és szándékában áll tovább tanulni, azt fel is veszik az egyetemekre, főiskolákra, ahol diplomát szereznek. Ez a tény mintegy 15 felsőoktatási intézményt ösztönzött arra, hogy a pályaorientációs napon bemutatkozzon a szakgimnáziumban. A sportcsarnokban felsorakozó vállalatok már a 8. korosztályt és az ESZI-s diákokat is megcélozták ajánlataikkal. A helyben élő fiatalokat igyekeznek rávenni arra, hogy az egyetem elvégzése után jöjjenek vissza Paksra. Tervezi a többek között a Paks 2 is az, hogy az egyetemistákkal, akik a régióból származnak, azokat majd meg fogja keresni természetesen azokat, akik jó eredménnyel végzik az egyetemet, főiskolát, hogy egy tanulmányi szerződést kötni velük, amivel egyrészt ugye magát támogatná a cég az iskolát, tehát a képzésüket, ezen kívül lehetőséget nyújtana gyakorlatnak
a megszerzésére, tehát nyári gyakorlatot is el tudnának a cégnél végezni. Harmadrészt nem utolsó sorban, tehát aki megfelelően teljesít, annak lehetősége lesz arra, hogy a Paks 2-nél dolgozzon. A pályaorientációs nap a diákok megelégedésére szolgált. Az a rendezvény azért fontos, mert hogy a továbbtanulásban hatalmas segítséget kapunk, még az is sok segítséget tud kapni, aki nem tanul tovább, mivel például különböző cégeknek a standja is megtalálható, ami nekünk, mint végzős diáknak nagyon fontos, hogy hova megyek tovább. És ezáltal olyan betekintést kapok egy cégbe vagy egy egyetemre, ami felvilágosít és megmutatja, hogy mi az a képzés, amiben én el tudnám magam képzelni. Nem csak az a fontos, hogy az ESZI a szakgimnáziumok rangsorában előkelő helyen szerepel, hanem az is, hogy jól érezzék ebben az iskolában magukat a diákok. Láthatjuk a nyílt napokon is és a honlapon is, hogy milyen nagy szeretettel járnak ide a diákok, itt a diák élet is fontos, nem csak a tanulmány és sportélet, illetve fontos az idegen nyelvtudás, és ha a legutolsó számot nézünk, amit az atomerőmű ad ki, akkor éppen a közepén itt ez a híres ESZI sárga épület, amelyben ilyen tartalmas munka folyik, és amelyben most éppen egy végzős diákunk ír cikket arról, hogy miért is nagyon jó és hasznos idejönni. Az energetikai szakgimnázium és kollégium ágazatairól, képzési kínálatairól még több információt kaphatnak azok, akik november 28-án ellátogatnak az intézmény nyílt napjára. '77-67-re kikapott az atomerőmű Ese férfi NB1-es kosárlabda csapata a hetedik fordulóban Sopronban. A piros kékek így 3 győzelemmel és 4 vereséggel a tabella 8. helyén állnak. A középmezőnyben található azonos mérleggel 3-3-mal álló Sopron KC és az atomerőmű Ese csapatai csaptak össze a honi férfi NB1-es kosárlabda bajnokság 7. játéknapján. A Hűség városának csarnokában a feldobás után a házigazda kezdett jobban, de a negyed derekán utolérte riválisát az Ase. A hajrá az SKC-nak sikerült jobban, így 10 perc után 24-13 állt a táblán. A folytatásban Eilingsfeld, Trajkovski, Evans és Medve találataival ismét közelített a Paks. A folytatásban már felváltva estek a kosarak, az atomosoknál Trajkovski kiválóan játszott. A nagyszünetre 37-33-mal vonultak a felek. A térfélcsere után tovább tartott a küzdelem, az Ase, Ruják és Kovács Ákos pontjaival a vezetést is átvette. A sabáli alakulat azonban összekapta magát, és a periódus utolsó 3 percében 10 egységnyi előtt szorgoskodott össze, Wiggins és Molnár sikeres dobásainak köszönhetően. 60-50-ről kezdődött a záró etap, melyben hatalmasat hajrázott a Szekulovics legénység, az atom csapatként egységesen kosarazott. 66-64-nél a hazai tréner időkérése következett. A végjátékban aztán a kék-fehérek koncentráltak jobban, a piros-kékek nem csak ritmust vesztettek, hanem végül a meccset is elveszítették. A végeredmény Sopron KC atomerőmű Ese 77-67. Az Ase így 3 győzelemmel és 4 vereséggel a tabella 8. helyén áll. Az eredmény nagyon csalóka, hiszen végkiélezett volt a mérkőzés. Igazából azt kaptuk, amire számítottunk, ahogy az ellen is említette, a Paksnak a gyors játéka nagyon veszélyes tud lenni, magas embereiknek a külső dobásával is. Hál' Istennek a végjátékból jól jöttünk ki, igazából a harmadik negyedben volt egy olyan 10 pontunk, amit meg kell, hogy köszönjük most a közönségnek, hiszen átlendítettek minket azon a holdponton, amire szükségünk volt, és belehajszoltak minket egy győzelembe. Voltak hibák, de azt gondolom, hogy mindenki, aki a pályára lépett, ha nem is pontokban, de akaratban mindenképpen hozzá tudott tenni a győzelemhez. Egyes periódusokban volt lehetőségünk, lett volna lehetőségünk visszajönni, csak belehibáztunk a mérkőzésbe, gyakorlatilag akkor azt kihasználta a Sopron, és én ebben látom a vereségünknek az egyik legfőbb okát. Gratulálok a Sopronnak, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. Az atomerőmű Ese a következő fordulóban Zalaegerszegen vendégszerepel. A mérkőzés november 16-án pénteken 18 órakor kezdődik, amit az M4 Sport élőben közvetít, a Paksi Televízióban pedig másnap 17 óra 30-tól felvételről láthatnak.
3-2-re kikapott a Paksi FC 2 labdarúgó csapata az NB3-as bajnokság 14. fordulójában, hazai pályán a Rákosmente együttesétől. Tököli Attila gárdája így 10 ponttal, továbbra is a táblázat 15. helyén található. Alsóházi csapatok mérkőztek egymással Pakson az NB3-as labdarúgó bajnokság 14. fordulójában, a PFC 2 vendége a Rákosmente KSK volt. Az összecsapás első perceiben már jól látható volt, a vendég biztos védekezésből kontrázni próbál, míg a hazaiak labdatartás közben próbálnak helyzetbe kerülni. Ennek köszönhetően Tököli Attila egylete meddő mezőnyfölényben futballozott, lehetőség sokáig egyik oldalon sem akadt, bár Lenzsér a 13. percben egész közel járt a gólszerzéshez. A 31. percben aztán váratlanul előnybe került a látogató, egy oldalszabadrúgás után Korozmán fejelt a Paksi hálóba. A találat után is támadásban maradt az RKSK, Vattai lövését előbb védte Borsos kapus, majd a Rákosmentei középpályás mellé lőtt. A fél időig még két paksi lehetőséget jegyezhettünk fel, ám Lenzsér és Berdó sem tudta bevenni Ordasi kapuját. A második fél idő első negyed órájában újabb két vendég gól esett, mindkettőt Korozmán szerezte, így tetemes előnybe került a vendég. De a PFC 2 nem adta fel, egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolt. Előbb a 25. percben Horváth Péter oldalszabadrúgása után a labda a kapufáról még kipattant, amit Opavszki a hálóba továbbított, ám a játékvezető Les miatt érvénytelenítette a találatot. A hajrában azonban két érvényes paksi gól is született, Horváth Péter szép egyéni villanása, majd Berdó fejese után, ám az egyenlítésre már nem maradt idő. A végeredmény Paksi FC 2, Rákosmente KSK 2-3. Tököli Attila gárdájai 10 ponttal továbbra is a táblázat 15. helyén található a középcsoportban. A Paks kezdeményezett, de nem talált rajtunk fogást, tehát tényleg nagyon jól megszerveztük, és abból jól is jöttünk ki. Hát ilyen a labdarúgás, tehát 75. percben, most régóta csinálom, de hát soha nem tud az ember megnyugodni, és akkor egy talált gól, végülis egy gyönyörűen belöbölték a belső védőnk mögé, azt beütött a horvát, és utána ilyen a foci, tehát még megmondom őszintén, attól tartottam, hogy amilyen a sors, tehát még ki fog egyenlíteni a Paks. De ettől függetlenül a győzelmünk nagyon örülünk. Majdnem minden meccsre elmondhatjuk, hogy megyünk, megcsináljuk, meg akarunk, meg vannak a lehetőségeink. Viszont ha az ellenfélnek nincs helyzete, és mi mégis tudunk 3 gólt kapni, az nagyon nagy baj. A Paksi FC 2 a következő fordulóban a Taksony otthonában vendégszerepel. A mérkőzést november 17-én szombaton 13 órakor rendezik. Kedden este megnövekszik, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet, csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Szerdán napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. A híradót látták, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!